Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lüt. Vannak olyan szokások, amik összehoznak minket, akik videójátékokkal szoktunk játszani. Egyszerűen senki sem tudja pontosan megmagyarázni, de a játékok egyszerűen kihozzák teljesen különböző emberekből is ugyanazokat a viselkedéseket, és egymásra tudunk ismerni benne. A múltkor már összeszedtünk tévhiteket, amiket a nem gamerek szoktak gondolni a gamerekről, most pedig szedjük össze egy videóban azokat a fura, hülye, megmagyarázhatatlan szokásokat, amiket pedig tényleg csinálunk. A videót a World of Warships támogatta. A minden idők legjobb hadihajói tömörítő ingyenes szimulátorban most egy 25 euró értékű kezdőcsomaggal indulhatok neki, hogyha a leírásban található támogatói linket használjátok. Ezzel szerezhettek 200 doublont, 2,5 millió kreditet, 20 álcafestést, de ami a legjobb, két hadihajót, a St. Louis amerikai cirkálót és az Emden Premium német cirkálót is azonnal megkaphatjátok, ráadásul 7 napon át élvezhetitek a prémium fiók nyújtotta előnyöket. Ha még nem próbáltátok volna a játékot, ez a legideálisabb alkalom, hogy belevessétek magatokat. Egy rakás gyönyörű térképen próbálhatok ki több mint 200 történelmileg hű csatahajót. A különböző kasztok tök különböző játékstílusokat tesznek lehetővé, és bár őszinte leszek, nagyon nehéz találatokat bevinni ilyen hosszan repülő lövedékekkel, nehéz átadni, mennyire jó érzés, amikor végre betalál. Szóval nincs értelme várakozni, regisztráljatok a linkkel, töltsétek le a játékot és tegyetek egy próbát, ezzel közvetlenül is támogathatjátok a mi csatornánkat is. Aki már valaha játszott olyan játékkal, ahol egy járművet kell irányítani, az biztosan tapasztalta már az érzést, hogy úgy akar rásegíteni a képernyőn látható jármű mozgására, hogy ő maga is a valóságban is jobbra-balra dől, vagy a kontrollert rántja jobbra-balra. És azt sem mondanom sem kell, hogy ez egy semmilyen szinten nem hatékony stratégia, hiszen ez nem használ. De valahogy a videójátékok annyira be tudnak szippantani minket, annyira elhisszük, hogy a mozgás, amit mi csinálunk, az a karakter mozgása is, hogy próbálkozunk vele. És amúgy azt tegyük hozzá, hogy bár ez a jelenség létezik gyakorlatilag azóta, hogy videójátékok léteznek, most már nem feltétlenül teljesen igaz, hogy ne lenne hatékony. Egyre több olyan kontroller van, például ugye a PlayStation 4-hez és 5-höz járó alapkontrollerek, amik már beépített gyroszkóppal rendelkeznek, ennek köszönhetően tényleg tudják érzékelni a játékos mozgását és még reagálni is rá. Fontos viszont kiemelni, hogy itt nem az úgynevezett pro bedőlésről beszélünk, amikor ülsz a kanapén, széken, ágyszélén, és az addig hátradőlt pozícióból előre dőléssel fejezett ki, hogy na most már komolyra fordultak a dolgok, és jönnek a profi mozdulatok. A Stakester nevű app fejlesztői ugyanis 1000 FIFA játékoson tesztelték, és úgy találták, hogy az előredőlés igenis hatékonyabb, akár szerzett, akár a kapott gólok számáról van szó. Szóval ez nem egy hülye gamer szokás, ez szimplán csak egy hatékony stratégia. Kezeket fel! Hányan vagytok, akiknek egy rakás olyan játék van a Steam könyvtárában, amihez vagy hozzá sem szagoltatok, még egyszer sem, vagy belekezdtetek, de nagyjából még a fele előtt abba hagytátok. Sajnos mi játékosok nagyon türelmetlen fajta vagyunk. Velem is rengetegszer fordult már elő, hogy elkezdtem egy játékot, és még élveztem is, de valamiért mindig félbehagytam. Igen, ez időnként azért van, mert egyszerűen túl nehéz a játék, lásd Sekiro. Néha meg azért, mert annyira hatalmas a játék világa, annyi minden van elrejtve benne, hogy egyszerűen túl terhelődik az agyam a rengeteg feladattól, amit ebben a játékban kell csinálni, és egyszerűen nem tudom még egyszer elképzelni, hogy elindítsam a játékot, pedig kíváncsi lennék a sztoriára. Igen, kitaláltátok, az Assassin's Creed Valhalláról van szó. De vegyük a befejezetlen játékok királyát, a Witcher 3-at. A Steam achievementek között szerepel a Pass the Trial, amit akkor szerezhetsz meg, ha bármilyen nehézségi fokozaton végigviszed a játékot. Tudjátok, hányan szerezték ezt meg? 25,2%. A játékosok negyede. A Witcher 3-at megvásárlók háromnegyede soha nem jutott el a végére a játéknak. Van egy még viccesebb. A Cyberpunk 2077 achievementjei között ott van a The Fool, amit akkor kapsz meg, ha befejezed a prológust, azaz nagyjából a pár órás bevezetőt a játékból. Még ezt sem sikerült mindenkinek megszerezni, ugyanis a GOG adatai szerint a játékosoknak csupán 91,8%-a szerezte meg. Amúgy, bár hülye szokásnak nevezzük, igazából többnyire valószínűleg valamilyen belső hiedelem hajtja ezt a jelenséget. Kezdjük ott, hogy senki sem kötelez arra, hogy minden játékot befejezz, és ha rosszul érzed magad a befejezetlen játékok miatt, ne tedd. A gaming lényege, hogy szórakozz és jól érezd magad. Ha ezt egy játék nem tudja neked megadni, nem tud elég ideig lekötni, akkor valószínűleg jobb is újat keresni. Nehéz pontosan kideríteni így ennyi év távlatából, de a legjobb tudomásunk szerint vélhetőleg a Donkey Kong volt az első játék, ami igazán népszerűvé tette az ugrást, mint játékmechanikát. És innentől nem volt megállás. A videójátékok alapvető elengedhetetlen kelléke lett az ugrándozó karakter, teljesen mindegy, mennyire illik ez bele az adott játék környezetébe, és teljesen mindegy, hogy valójában egy ember hány ugrásra lenne képes egymás után. A levegőben ellökni magad még egyszer és duplán ugrani? Simán!
Triplán ugrani? Semmi sem lehetetlen. És hát bizony, a gémerek ezt szeretik is használni. Ha adott a lehetőség, hogy elsétálj A-ból B-be, akkor mit fogsz választani? Simán odamész gyalog, vagy végig ugrász közben? Nyilván az utóbbi. Valamilyen megmagyarázhatatlan okból jobban szeretünk ugrándozni, mint simán sétálni. Szerencsére vannak is játékok, amik kifejezetten jutalmazzák ezt, de lássuk be, a játékok nagy részében az ugrálás semmivel sem gyorsabb, mint a sprintelés, sőt, esetenként lassabb is, viszont valamiért mégis gyorsabbnak érezzük. Meg aztán ne felejtsük el azokat a pörgős aréna shooter FPS-eket, ahol az ugrándozás kifejezett előnyökhöz is juttathat. Egy mozgó célponton ugyanis jóval nehezebb eltalálni a fejet, mint egy statikusan futón. Így hát érthető, hogy a Quake, az Unreal Tournament meghozta a hatását, és a hasonló FPS-ekben még mindig a folyamatos ugrálás az általános közlekedési mód, lásd például a Krunkert is. Tekintsünk most el az úgynevezett safe scumming jelenségtől, amikor úgy viszel végig egy nehéz játékot, hogy folyamatosan mentesz és addig próbálkozol egy nehéz szakaszsal, amíg nem sikerül. Ez igazából sok esetben be is van építve a játékokba, és úgy hívják, hogy checkpoint. Viszont van az a helyzet, amikor már nagyon sok időt beleöltél egy játékba, és nem akarod kockáztatni, hogy elveszen, és a menüben mentesz. És aztán kilépsz, mert elmentetted. De hogy is, ott maradsz, és még egyszer rámentesz a biztonság kedvéért, hát ha elsőre nem sikerült volna, és aztán még harmadszor, meg még negyedszer is. Komolyan, ezt miért csináljuk? Ennyire nem bízunk a fejlesztőkben, hogy esetleg elrejtenének egy kamu mentés gombot a játék közben, hogy félrevezessenek? Mondjuk erre jut eszembe, egy horror játékban ez tök jó lenne. Nem így. Szóval azt hiszem, mindenkinek van olyan emléke, ami indokolja ezt a paranoiát. Emlékszem, egyszer a Vice City-ben véletlenül töröltem a mentésemet. Azóta csinálom azt minden játékban, hogy minden küldetés után mentek, és minden küldetés után egy új mentésszlotot használok fel. Így, ha az egyiket véletlenül törölném is, nem kell az elejéről, csak a legutóbbi küldetéstől kezdenem. De az Assassin's Creed-ről is meséltem már a lore videónk elején, hogy konkrétan azért tettem félre évekig ezt a játékot, mert az első rész szar menü dizájnja miatt kitöröltem a mentésemet, és azóta sem sikerült túltennem magam rajta. A lényeg, megvan az okunk a hülye mentési szokásainkra, és viseljük őket büszkén. Emlékeztek még a Call of Duty első részének a tutorial pályájára? Oké, valószínűleg nem, úgyhogy idézzük fel. A legelején a kiképző tiszt arra kér minket, hogy nézzünk körül a lőtéren, és nézzük meg alaposan a mindenféle táblákat, amik körülöttünk vannak. Ez egyértelműen azt tanítja meg nekünk, hogyan használjuk az egeret körülnézésre, és segít belőni, hogy milyen érzékenységre állítsuk. Viszont ezen kívül mást is tanít. Ugyanis ezek a poszterek elvileg minden fontosat megadnak nekünk, amit a harcról tudnunk kell. És bizony, ezek között szerepel ez a tábla is. Mindig tölts újra, mielőtt harcba mennél. És bizony, a gamerek ezt azóta is, meg az előtt is szó szerint veszik, és ha csak egyet is lőnek ki a tárból, azonnal újra töltenek. A telitár mindig jobb, mintha csak egy is hiányzik. És felmerül a kérdés persze itt is, hogy miért? Az első válasz nyilván az, amit az előbb mondtam. Telitárral mindig jobb harcba menni, mert az az egy hiányzó töltény pont az az utolsó lövés lehet, ami megmenti az életedet. Viszont a válasz még egyen mélyebben van. Azért töltünk folyamatosan újra, mert a játékok nem büntetik ezt sehogyan. Mert ugye, hogy néz ki a valóságban egy ilyen újratöltés? Kilősz mondjuk 16-ot a 32 töltényes táradból. Utána újra töltesz, lesz egy telitárad a fegyverben, viszont lesz egy félig üres tárad azzal a 16 lőszerrel, amit csak akkor tudsz újra használni, ha azt rakod be újra a fegyverbe. Ehhez képest a játékok a lőszer többnyire úgy kezelik, hogy mindegy, hogy oszlik el a 100 valahány lőszer a táraid között, mindig tudsz telitárat rakni a fegyverbe. Így pedig persze, hogy jobb inkább folyamatosan újra tölteni, akár egy lövés után is. Ez elég sok open world játékban felbukkan, de én most a Fallout játékokat emelném ki, mert nekem valahogy nagyon ahhoz a sorozathoz kötődik. Megvan az, amikor találkozol egy új helyszínnel és körülnézel a belső terekben? Ezen a polcon van egy kis ragasztó. Meg egy baseball labda, egy szike, egy piros tányér, mindet el kell raknod, mert sosem tudhatod, mikor lesz hasznodra. Persze még a régi játékokban, ahol elég limitált volt, mennyi tárgy van egy játékban, ez igaz is volt. Minden tárgy jó volt valamire, és ha valami mozdíthatót találtál, akkor az azért volt mozdítható, mert egy ponton szükséged lett rá. Viszont a Fallout New Vegasban, a Camp Forlorn Hope vezéri sátrában elhelyezett 25 darab jegyzettáblának konkrétan nulla haszna van. Tényleg semmi. Se egy crafting recept, se egy küldetés, se semmi nem használja ezeket a táblákat, de te mégis felveheted mind a 25-öt. És bizony, mi gamerek még mindig úgy működünk, hogy össze is szedjük az összes 25 táblát. Minden szart összeszedünk, amit a földön, vagy asztalokon, vagy polcokon, vagy fiókokban találunk, teljesen fölöslegesen. Őszintén, én már örülök, amikor egy játék ezt ellehetetleníti, mert tényleg képes vagyok mindent is magammal vinni a hátamon, és aztán meg frusztráló, mikor csata közben felveszek valami tényleg fontos fegyvert, és aztán hirtelen jelez a játék, hogy túl vagyok terhelve, és ennek mindenféle negatív következményei lesznek.
És ennek az előzőnek egy válfaja a gyógyító itemek felhalmozása. Mert ugyebár, hogy néznek ki ezek a játékokban? A sztori elején találkozunk valamilyen gyógyító tárgyal, egy potionnel, egy kötszerrel, ugye a világnak megfelelő dologgal. És aztán azt is, ha tudtunkra adja a játék, hogy ezek limitált számban találhatóak meg elrejtve a világban. Hogyan értelmezzük ezt a jelzést? Hogy gyűjtjük őket, mintha bélyegek lennének. De csak gyűjtjük, használni nem használunk belőlük, hiszen limitált erőforrás, ki tudja, mikor lesz igazán szükségünk rá. Őszintén, hány olyan RPG-vel játszottatok már, ahol a végére teljes HP poti kollekciótok volt, mert annyira féltetek a használatuktól, hogy egyáltalán nem használtátok őket. Pedig amúgy azt figyeltem meg, hogy az igazán profi és jó játékosok titka egy csomószor csak az, hogy tudják, mikor érdemes használni az aktív tárgyakat, tudják, mikor érdemes ellőni egy gyógyító tárgyat. Én valahogy ide nem jutottam még el mentálisan, és én inkább a gyűjtögetők táborát erősítem. Bizonyos szempontból nem szeretem, amikor túl lineáris egy játék. Amikor az egész csak egyetlen hosszú folyosó, ami kanyarog ugyan, és azt a látszatot kelti, hogy így van hova mennem, de végső soron nincs lehetőségem más irányba menni. Bizonyos szempontból meg örülök annak, amikor végre sinem mehetek, mert ha el van engedve a kezem, akkor meg folyton attól félek, hogy van még hely a pályán, amit nem fedeztem fel. Mert ugye ismerős a helyzet. Bementek valami föld alatti dungeonbe. Elindultok felfedezni, és egyszer csak útelágazáshoz érkeztek. Mérlegeltek a fejetekben. Abba az irányba, amerre folytatódik a főküldetés, mehetek még később is. De mi van, ha a mellékfolyosóra már nem térhetek rá, és ott van valami fontos tárgy, amit beszerezhetek? Inkább először a mellékfolyosón megyek végig. Persze, nem tudod melyik az, de megpróbálsz tippelni a pályaelemek alapján. Aztán elindulsz az egyik irányba, és hirtelen elindul egy bejátszás. Mégis erre folytatódik a küldetés. Akkor gyorsan utána visszafordulsz, és felfedezed a másik oldalt is. Ez amúgy egy kicsit kapcsolódik az ötös ponthoz is, mert őszintén, mikor volt olyan, hogy ilyen esetben tényleg valami kifejezetten fontos, halaszthatatlan dologgal találkoztál? Legtöbbször plusz egy kis lőszer, vagy egy kis HP poti, amit ugye úgysem használsz, tehát teljesen fölösleges volt az egész kiruccanás, viszont minden dungeonben töltött időt kb. Sikeresen megkétszerezett. A lag volt? Nem látom jól a képernyőt, te a tetején vagy, én meg az alján, és pont ott csillog. Na jó, ne csinálj már, direkt nekem adtad a szar kontrollert. Oké, ilyen szar csapattársakkal esélyem sincs nyerni. És még sorolhatnák azt a rengeteg kifogást, amit a gamerek felszoktak hozni, amikor saját rossz teljesítményük indoklásáról van szó. És lássuk be, ezek a kifogások legtöbbször nem igazak, de mégis mondjuk őket. Mert nehéz beismerni, hogy nem vagyunk annyira jók a játékban, mint gondoljuk. És persze bizonyos szempontból érthető is, amikor naponta van időd mondjuk 2-3 meccsre, mert olyan a játék, hogy sokáig tart, mire kiderül ki nyer, akkor elég frusztráló, ha tényleg rossz csapattársak, sok lag vagy csalók miatt kell elbuknod a játékot. De közben igazából fejlődsz te is, és úgy is lehetetlen a játékok 100%-át megnyerni. Szóval, ha valami nem működik a játékban, valami nem megy, akkor ne a szokásos kifogásokat keresd. Ha nem vagy formádban, vald be magadnak, hogy kicsit pihenned kell, és félrerakni a játékot. Inkább rakd félre. A kifogásokkal ugyanis nem az a legnagyobb baj, hogy másoknak hazudsz, hanem az, hogy magadnak. Az úgynevezett gatekeeping egy elég elterjedt jelenség a világunkban. Nehéz jól fordítani, a szakirodalom főleg kapuőr jelenségnek hívja, egyszerűbb inkább definiálni. Az a gatekeeping, amikor valaki, mint egy kapuőr áll egy közösség határán, és el akarja dönteni, ki tartozhat az adott közösséghez, és ki nem. Ezzel alapvetően nincs gond, mert sok esetben ugye tényleg így van. A közlekedési hatóság eldönti, ki kaphat jogosítványt és ki nem. Bizonyos helyzetekben erre szükség van. Viszont általában egy hobbinál ezt nem kell ennyire komolyan venni, épp ezért nevetséges, amikor nagyon sokan olyan mondatokat fogalmaznak meg, amik úgy kezdődnek, hogy nem lehet igazi gamer aki csak Candy Crush-sal játszik, aki csak kontrollerrel játszik, aki PC-n játszik, aki konzolon játszik, akinek Nvidia kártyája van, akinek AMD kártyája van, aki nem játszott a Doom-mal, aki nem játszott a Mario-val, akinek gold alatt van a renkje, stb. Srácok, nincs olyan, hogy igazi gamer. Az gamer, aki videójátékosnak tartja magát. Egyfelől semmi beleszólásotok nincs abba, hogy ki gamer és ki nem, másfelől meg ennek semmi hatása nincs rád. Azért, mert sokan játszanak a Candy Crush-sal, vagy a Fortnite-tal, vagy az Among Us-szal, az nem veszel az értékéből a Diablo 2-nek. És ha az az érved, hogy de hát az ilyen játékosok rossz fényt vetnek a gamerekre úgy általában, hidd el, azok, akik számára ezek a játékosok rossz fényt vetnek a gamerekre, azoknak a szemében már úgyis tök mindegy, hiába magyarázzan nekik a Last of Us értékeit, mert amúgy is túl leegyszerűsítve kezelik az egész hobbit. Annál pedig nincs rosszabb, mint ami a Reddit Gatekeeping subredditjének top posztjában lévő mémben is látszik, amikor egy adott hobbi öreg képviselői folyamatosan leszólják, lehúrogják és kritizálják a kezdőket, a következő pillanatban pedig panaszkodnak, hogy haldoklik a hobbiuk.
Mi ezeket szedtük össze 10 leggyakoribb és leghülyebb gamer szokásnak, de persze mi is még sokkal többről szűrtük ezt le. Melyik az a szokás, ami szerinted lemaradt a listáról, és a listán felsoroltakból mennyiben ismertél magadra? Írd meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, ehhez linket találsz a leírásban. Ha pedig megnézzétek, ahogy ezeket a hülye szokásokat élőadásban is nyomom, amikor nem tudok kényelmesen jobb képet festeni magamról, akkor kövess be Twitchen is, hogy ne maradj le az adásokról. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. A kis bevásárlókosár gombra kattintva eljuthatsz a webshopunkba is, ahol menő gaming perifériákat, gamer és e-sport meccseket, és még csomó minden más hasznos holmit találsz. Várunk legközelebb is!